Kitől véd a véda? Beengedték stábunkat a vásárosnöményi központba, ahol a mindent látó kamerák képeit gyűjtik össze. Bölcsőde épülne Nyírbogáton, akár 400 millió forintot is nyerhetnek a települések, a kormány milliárdokat szán a programra. Az eveket be kell oltani, pár percbe is 3800 forintba kerül, és minden kutyának be kellene adni a vakcinát. Van visszatartó ereje a múlt hét kedd óta élesben működő védakameráknak, kevesebb a szabálysértés a rendőrség tapasztalatai szerint. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A rendszer működéséről a kamerák adatait feldolgozó vásárosnöményi központban tartott tájékoztatót az ORFK. Itt kiderült az is, hogy ezeknek a kameráknak sokkal kisebb a hatótávolságuk, mint a mobiltrafipaxoknak. Mindössze 50-100 méteren belül közölnek adatokat. A Véda rendszer fix kamerái egy hete működnek élesben. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Nyíregyházán 5, Máté Szalkán pedig egy helyen vannak ilyen ellenőrző pontok. A fix kamerákkal egyetlen felvétellel többféle bírságot is kiszabhatnak. A kamerák az első és hátsó rendszámot is képesek leolvasni, a lézerszkenner 3D-s modellt készít az autóról, a radar pedig a jármű sebességét méri. Büntetik többek között a záróvonal átlépést, a gyorshajtást, de azt is rögzítik, ha piroson megy át az autó, vagy olyan irányba hajt, amerre a közúti jelzések szerint nem mehetne. A Duna vonalától nyugatra, illetve a Budapesten elkövetett szabályszegéseket Szombathelyen, míg a Dunától keletre, valamint Pest megye területén elkövetett szabálysértési adatokat itt Vásárosnöményben dolgozzák fel. Ebbe a szerverszobába érkeznek a kamerák által rögzített információk. Majd kinyomtatva innen küldik ki az autótulajdonosoknak a bírságról szóló határozatokat. Ahogyan látják, itt a rendszer gyakorlatilag teljesen zárt. Ahogyan beérkeznek az adatok a szerverszobába a Véda kamerákról, azonnal a szabálysértési határozatokat nyomtatják és postázzák is. Ezért nem találtunk itt olyan irodákat, ahol emberek ülnek gépek előtt és a kamerák felvételeit figyelik. A szabályszegést dokumentáló képi felvételeket azért ellenőrzik, ügyintézők erősítik meg annak valódiságát. Az ORFK tájékoztatása szerint, ugyan pontos adatokkal nem tudtak szolgálni, a fix kameráknak van visszatartó ereje. Már a tesztidőszakban is tapasztaltuk, hogy ezeknek az eszközöknek a környéke jelentősen lecsökkent, a haladási sebesség várakozáson alul volt a jogellenes cselekményeknek a száma, és amióta éles üzembe megyünk, tovább csökkent ez, tehát azt tapasztaljuk, hogy egy idő elteltével ezeknek az eszközöknek a környezetében valójában nem lesznek jogsértések. A Vásárosnöményi Központban azt is megtudtuk, míg a mobil trafipaxok 6-800 méterről is tudnak sebességet mérni, addig a fix kamerák ható távolsága mindössze 50-100 méter. Az ORFK tájékoztatása szerint nem is a büntetés a cél, hanem az, hogy felére csökkenjen az országban a halálos közúti balesetek száma. Bölcsődét építenének Nyírbogáton. A település is pályázna arra a programra, amit hétfőn jelentett be a szakállamtitkár. 100 milliárd forintot fordít a kabinet újabb bölcsődei és óvodai helyek kialakítására, valamint a már meglévők fejlesztésére 2014 és 2020 között. A következő két évben elsősorban a bölcsődei helyeket bővítik majd, a tervek szerint 10 000 fővel. Játszanak a gyerekek ebben a nyíregyházi bölcsődében. A gondozók szerint jobb minél hamarabb közösségbe vinni őket, hogy már kiskorban hozzászokjanak a csoportos foglalkozásokhoz. 20 hetes kortól egészen 3 éves korig foglalkoznak a gyerekekkel. Minden nap van valamilyen foglalkozásunk, mint például a rajzolás, a színezés, a gyurmázás, a legózás, de ezen kívül fejlesztjük őket angollal, zenebölcsivel, tornával és bábozással. Jelenleg azokon a településeken, ahol 10 000-nél többen élnek, ott kötelező a bölcsődei ellátást biztosítani. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 229 településből mindössze 6 ilyen van. Jövő januártól már ez a szabály is változik. Ahol legalább 43 év alatti gyermek él, vagy van legalább 5 olyan gyerek, akinek a szülei igénylik az ellátást, ott biztosítani kell majd. Most csak nem 50 000 bölcsődei hely van az országban, a kormány célja, hogy ez 10 000-rel több legyen. A hagyományos intézményi forma mellett mini, családi és munkahelyi bölcsődék is kialakulhatnak majd. 3 különböző pályázat segíti a fejlesztéseket, az infrastruktúrális beruházásokat és az eszközfejlesztéseket. Ez összesen azt jelenti, hogy a 2014-2020-as fejlesztési ciklusban 100 milliárd forintot
fordítunk bölcsődei és óvodai férőhelyeknek a fejlesztésére, bővítésére, infrastrukturális fejlesztésére, eszközbeszerzésére. Ez már Nyírbogát, itt jelenleg nincs bölcsőde, de a polgármester szeretne. Azt mondta, a szülők szívesen iratnák be gyermekeiket. Most a lehetőség adott, pályázni fogunk. Egy kétcsoportos modern bölcsődét szeretnénk magunkénak tudni a következő évben. Reményeink szerint a gyermeklétszám csökkenése úgy tűnik megállt Nyírbogáton. A tavalyi évben 30 kisgyermek született, újszülött született itt a településünkön. Most jelenleg sajnos Nyírbátor a legközelebbi település, ahova be tudják hordani az anyukák, a szülők a kisgyermeket. A bölcsődék kialakítására vagy fejlesztésére akár önerő nélkül 400 millió forint is igényelhető. A megyei jogú városoknak kért pályázatok keretösszegét pedig 21 milliárd forintra emelték. Akár 3 millió forintos támogatást is kaphatnak a tanyán gazdálkodók a vidékfejlesztési programból. A helyi termékek értékesítése, a termékfejlesztés és a tanyafejlesztési program is része annak a komplex tervnek, amire az idei évben 1,2 milliárd forintot költenek állami forrásból. Erről is szó volt egy Ibrányban tartott vidékfejlesztési műhely konferencián. Ezek a képek a nyíregyházi kosár közösségben készültek. A kezdeményezés célja, hogy a helyi gazdaság megerősödjön, a gazdálkodók közvetlenül értékesítsék a termékeiket, a vásárlók pedig jó minőségű helyi élelmiszerekhez jussanak. A vidékfejlesztési program kiemelten kezeli a gazdák termékeinek legegyszerűbb láncú értékesítését, így a kosár közösségek fejlesztését is. Azok, akik mezőgazdasági termékek előállításával foglalkoznak, egyre inkább elgondolkodnak azon is, hogy ezt ne csak előállítsák, megtermeljék, hanem fel is dolgozzák valamilyen módon és értékesítsék. Tulajdonképpen az egész magyar vidéknek és magyar élelmiszergazdaságnak, mezőgazdaságnak egy kitörési pontja lehet, hogy amit megtermelnek a gazdálkodók, azt minél nagyobb mértékben fel tudják dolgozni és tudják értékesíteni. Ez nem egy könnyű feladat, viszont pályázati lehetőségeken keresztül én azt gondolom, hogy megteremthető ezeknek a feltételei. A konferencián elhangzott, a vidékfejlesztési program része egy komplex fejlesztési terv. Ebben benne van a termelők, az értékesítéshez szükséges eszközök, a szervezők, valamint a marketing eszközök támogatása is. A vidékfejlesztési program tematikus alprogramja a rövidellátási lánc tematikus alprogram, ami azt jelenti, hogy egy közvetlen értékesítési csatorna, vagy egy egyszereplős értékesítési csatornán keresztül történik a helyi termék értékesítése. Ilyen kezdeményezések már, hál' Istennek, egyre többet látni országszerte. Kosász közösségek is vannak, közelben is a nyíregyházi kosárközösséget talán érdemes megejteni, kicsit más, de hasonló a bevásárló közösségek, illetve a közösségi által támogatott mezőgazdaság, ahol az adott fogyasztói csoport a gazdához megy ki, és egy éves szerződés keretében szerez be a gazdától közvetlenül termékeket. Ahhoz, hogy az elosztórendszer jól működjön, szükséges a megfelelő minőségű és mennyiségű nyersanyag előállítása. Ehhez a tanyafejlesztési program nyújthat lehetőséget a tanyasi gazdálkodás és a tanyasi feldolgozás fejlesztéséhez. Szabó Mátyás, a Földművelésügyi Minisztérium Agrárfejlesztési Főosztályának főosztályvezetője a rendezvényen elmondta, a pályázatok kiírása már folyamatban van, és azok összevonhatók más mezőgazdasági pályázatokkal is. Legfeljebb 3 millió forint támogatást kaphat egy tanyagazdaság, ugyanakkor 3 év alatt 4,5 millió forintig ez feltornázható. Ez az a forrás, amit a nem uniós támogatásból egy állam, egy tagállam adhat a gazdálkodók számára. Az elmúlt 6 évben több mint 7 milliárd forint volt a tanyafejlesztési programon, több mint 1400 projektet támogattunk. Szabó Mátyás hozzátette, minden évben többszörös a túljelentkezés a programra, ezért az idei 1,2 milliárd forintos keretet a jövő évtől megemelik, így nagyobb költségvetésből támogatják majd a tanyasi gazdálkodókat.
Ma 55 éve a Júri Gagarin a Vosztok egy fedélzetén megkerülte a Földet, ezért ma van az űrhajózás világnapja. Farkas Bertalan az első magyar űrhajós Gyulaházán született, munkásságának emléket állít egy kiállítás a településen. Tevékenységével nemzetközi elismerést vívott ki Magyarországnak, és mind a mai napig részt vesz az űrkutatás népszerűsítésében. A gyulaházi tárat a tervek szerint hamarosan a többszörösére bővül. A közlekedési múzeum ban volt eddig elhelyezés, vagy került elhelyezésre egy repülés-űrrepülés történeti hatalmas kiállítási anyag, ami reményeink szerint döntően Gyulaházára fog kerülni. Tehát ez a kis kiállítóterem, ez a százszorosára vagy az 50-szeresére fog bővülni. Tehát egy nagyon komoly anyag, és az a Petőfi csarnoki anyag, ez mostantól, vagy amikor elkészül majd a kiállítóterem, csak Gyulaházán lesz látható. Csak akkor a tüzet gyújtsunk, amikor át el is tudunk oltani. Erről az aranyszabályról is hallhatnak hamarosan. Előtte nézzük a híradó további témáit. Bejutott a legjobb négy közé a női amatőr nemzeti bajnokságban a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszky Gyuláné együttese a negyeddöntő visszavágóján idegenben 84-62-re verte a Tatabányát, így kettős győzelemmel került az elődöntőbe, ahol a TFS-e lesz az ellenfele. Az ügyvédi kamara csapata nyerte a Hübner húsvéti röplabda kupát, először rendezték meg ezt a versenyt, a második helyen a házigazdák, a harmadikon pedig a szülők csapata végzett. Nyíregyházán a Bemiskola csarnokában 12 gárda mérte össze tudását. Folyamatosan oltják a kutyákat a megyében, pár perc és 3800 forint kell hozzá. Nagyobb baj, hogy sok kóborkutya nem kapja meg a veszettség elleni oltást. A nyíregyházi állatotthonba évente 5-600 ilyenet kerül be. A vakcina nem csak az állat, de az ember egészségét is védi. Oltásra jöttünk, és te is. Köszönöm. Nem látom, hogy tavaly ilyen tájt kapta meg az oltását. A 4 éves vizsla nyugodtan tűrte, és már túl van a kötelező veszettség elleni oltáson. Évente egyszer kötelező, évente egyszer elégséges is tulajdonképpen. Egy évre biztos védelmet ad egy ilyen oltás. A vizsla gazdája minden évben tavasszal hozza el az állatkórházba a kutyust. Rövid átvizsgálás után megkapja a vakcinát, ami fájdalom és mellékhatásmentes. Elő szokott fordulni úgymond ilyen oltási reakció, ez lehet helyi, illetve ilyen általános tünetekben megnyilvánuló probléma. Helyileg beduzzadhat az oltásnak a helye, előfordul ritkán. Miután a kutya megkapta az oltást, felvezetik a nyilvántartásba. Mindez pár perc, és a kutya már mehet is. Állampolgári kötelezettség, hogy minden kutyatulajdonos beoltassa kutyáját évente egyszer, aki nem teszi meg, pénzbírsággal sújtható. Nagyobb probléma a kóborkutyákkal van. A Nyíregyházi Állatbarát Alapítvány állatotthonába évente 500-600 gazdátlan kutya kerül be. Kóborkutyákat még a belvárosban is találnak az állatotthon munkatársai. Kóborkutyák által történt harapások éves szinten, ami hozzánk kerül, az éves szinten egy 8-10, ilyenkor a hatósági állatorvos elrendeli a kutya megfigyelését. Ha nincs benne csíp, nincs oltásról semmilyen információnk, akkor a hatóság állatorvos által meghatározott ideig megfigyelés alatt tartják. Ez a megfigyelés, ez rendszerint a gyepmesteri telepen történik, igazából azért is lett létrehozva, és a megfigyelés idő után vagy a gyepmesteri telepen, vagy áthozzák ide, itt csipezve és veszettség ellen leszoltva. Az állatorvos elmondta, a megharapott ember egészségét nem kockáztatják, és megkapja a humán veszettség elleni oltást. Csak akkor a lángot élesszünk, amikor át el is tudunk oltani. Ez a tűzgyújtás aranyszabálya. A tűzesetek megelőzése érdekében helyi rendeletek és jogszabályban rögzített előírások is szabályozzák a szabadtéri tűzgyújtást. Lakott területen kívül tűzgyújtást például minimum 10 nappal előtte be kell jelenteni a katasztrófavédelmi kirendeltségen. Mindezt 3000 forintért.
Ezek a katasztrófavédelmi igazgatóság felvételei egy rosszul elnyomott cigaretta csik, vagy akár egy parázsló tűzrakás is veszélyes lehet. A leggyakoribb az, hogy a szél felkapja a parazsat és több tíz méterre újabb lángokat okoz, így akár több hektáron is éghet a tűz. Idén az első negyed évben 108 szabadtéri tűzhöz vonultak ki a megyebeli tűzoltók. Ez az előző évekhez képest kedvező adat, hiszen például 2012 azon időszakában mintegy 850 ilyen tűzesetet regisztráltak. Lakott területen kívül csak engedéllyel lehet égetni. A lakott területen kívül történő szabad tűzgyújtásnak alapvető feltétele az, hogy bejelentésekkel élnünk a tűzvédelmi hatóság irányába. Ezt most úgy hívják, hogy katasztrófavédelmi kirendeltség, és 10 nappal a tervezett tűzgyújtás megelőzően kell tulajdonképpen engedélyt kérnünk a hatóságtól, és legfeljebb 10 hektárra vonatkozhat ez a kérelem, és ugyanakkor el kell, hogy mondjuk, hogy ez díjköteles is, tehát ki kell 3000 forintot kell ugye leróni a kérelmezőnek. Lakott területen belül önkormányzati rendeletek szabályozzák a tűzgyújtást, Nagykállóban például meghatározott időszakban és meghatározott időpontokban lehet égetni, és azt is szabályozták, hogy mit lehet eltüzelni. Február 1-től április 30-ig, illetve október 1-től november 30-ig lehet kerti avart vagy kerti növény maradványt égetni. Ez nagyon fontos, tehát kiemeljük azt, hogy nem szabad egyéb szemetet vagy veszélyes hulladékot égetni. Fontos azt kiemelni, hogy hétköznapokon egész nap, szombaton reggel 6-tól délig, és vasárnap, illetve ünnepnapokon tiltotta az ilyen irányú tűzgyújtás is. A tűzvédelmi szakemberek, katasztrófavédők azt mondják, a tűzgyújtás aranyszabálya, hogy csak akkora lángot élesszünk, amekkorát el is tudunk oltani. Bejutott a legjobb négy közé a női amatőr nemzeti bajnokságban a nyíregyházi kosársuli. Farkasinski Gyuláné együttese a negyeddöntő visszavágóján idegenben 84-62-re verte a Tatabányát, így kettős győzelemmel került az elődöntőbe, ahol a TFS-e lesz az ellenfele. A hazai pályán aratott győzelmet követően azzal a céllal utazott Tatabányára az NKS, hogy lezárja a párharcot. Az első negyedet 3 ponttal nyerték a vendégek, a második 10 percben pedig újabb 11 pontot tett hozzá előnyéhez a kosársuli. Szünet után sem változott a helyzet, a nyíregyháziak uralták a mérkőzést, a hazaiak csak az utolsó negyedet tudták megnyerni. Azt hiszem, hogy a harmadik negyed volt az, ami megtörte az ellenfelet. Ugye az volt ebben a mérkőzésben jó, hogy akit a pályára küldtünk, az mindenki hozzá tudott valamilyen szinten segíteni ehhez a mérkőzéshez. Tehát mindenki pontot tudott dobni, vagy éppen védekezésben labdákat szerzett. Ebből következik, hogy szinte mindenki úgy jött le a pályáról, hogy nem maradtunk mínuszvalba, ami szerintem nagyon fontos egy ilyen mérkőzésen. Az ellenfél a szép lassan kezdett beletörődni a mérkőzés elvesztésébe, és már negyedik negyedbe nem fejtettek ki akkor ellenállást, és az azért is volt jó, mert így több mint 3 percen keresztül föl tudtuk tartani a kicsiket, tehát itt értem ez alatt azokat a serdülőkorú gyerekeket, ugye akik ilyen mérkőzésen még nem igazán jutottak eddig szóhoz. A nyíregyháziak a döntőbe jutásért a nyugati csoport győztese, a Debrecennel szemben 2 győzelemmel továbbjutó TFS-e ellen lépnek majd pályára. Az edzőnő nehéz mérkőzésekre számít. Ugye ezek a játékosok is azért megjárták már az át, és ugye ezek lényegesen fiatalabbak, mint amilyen a Tatabányai játékosok, tehát biztos, hogy sokkal nagyobb ellenállást fognak kifejteni, tehát sokkal gyorsabban, agresszívebben fogják a támadójátékokat is szervezni. Biztos, hogy megpróbálnak védekezésben is valamilyen szinten nyomást gyakorolni a mi két pont erősebb játékosunkra, ami ugye eddig úgy volt, de hogyha ez a tendencia marad, ugye ami ezen a Tatabányi elleni mérkőzésen volt, és mindenki azt, amit tud hozzáteszi a mérkőzéshez, akkor én úgy gondolom, hogy akár meglepetés is okozhatunk. A 2 nyert meccsig tartó párharc Budapesten kezdődik, azaz az esetleges harmadik mérkőzésnek a TFS-e lesz a házigazdája. Az időpontokról még egyeztetnek a csapatok. Az ügyvédi kamara csapata nyerte a Hübner húsvéti röplabdakupát, először rendezték meg ezt a versenyt. A második helyen a házigazdák, a harmadikon pedig a szülők csapata végzett. Nyíregyházán a Bemiskola csarnokában 12 gárda mérte összetudását.
A nyíregyházi nyári belvárosi strand röplabda fesztivált 4 évvel ezelőtt meghonosító Hübner Kft. Hagyományteremtő céllal hívta életre a húsvéti kupát, amelyen 12 csapat lépett pályára a Bemiskola csarnokában. A 2 férfi és 2 hölgy alkotta 4 fős csapatok 3 pályán játszhatták a meccseket. A szervezők a kuberteni jelve tartották szem előtt, azaz számukra nem a győzelem, hanem a részvétel volt a fontos. Természetesen szeretnénk dobogós helyet elérni, de nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy tényleg nagyon jó hangulatban játszunk, vannak nagyon erős csapatok, vannak akik kezdők, úgyhogy itt végül is a sport szeretete az, ami fontos, hogy összejöjjünk, játszunk egy jót és eltöltsük sporttal a vasárnapot. A tornán elindult a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei önkormányzatot képviselő csapat is. A felkészülésünk az mondhatni nagyon gyors volt és nagyon hatékony, hiszen összesen talán 1 vagy 2 tudtunk találkozni, de ez is összekovácsolta a csapatot megfelelő módon. A reményünk pedig a tisztes helytállás, és mindenképpen szeretnénk hagyományt teremteni ezzel magunknak is, hogy az ilyen is ehhez hasonló rendezvényeken a megyei önkormányzat is megmutassa magát majd a közeljövőben, mert úgy gondoljuk, ezek nagyon fontosak. Tehát a társadalmi szerepvállalás is nagyon fontos a megyei önkormányzat részéről, és ebbe igyekszünk helytállni. És azt hiszem, hogy ez egy közösségkovácsoló rendezvény, és amely nem csak a megyének fontos, hanem ugyanúgy fontos bármilyen közösségnek, legyen az akár egy cég, akár egy más civil szervezet, közösség, aki most is képviselteti magát. A csoportmeccsek után kieséses rendszerben folytatódott a torna. A győzelmet végül az ügyvédikamara csapata szerezte meg a Hübner és a szülők együttes előtt. Folytatás a június 30-án kezdődő 4 napos strandröplabda fesztiválon. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Van visszatartó ereje a múlt hét kedd óta élesben működő védakameráknak, kevesebb a szabálysértés a rendőrség tapasztalatai szerint. A rendszer működéséről a kamerák adatait feldolgozó Vásárosnaményi Központban tartott tájékoztatót az OLFK. Itt kiderült az is, hogy ezeknek a kameráknak sokkal kisebb a hatótávolságuk, mint a mobil trafipaxoknak, mindössze 50-100 méteren közülnek adatokat. Bölcsődét építenének Nyírbogáton, a település is pályázna arra a programra, amit hétfőn jelentett be a szakállamtitkár. 100 milliárd forintot fordít a kabinet újabb bölcsődei és óvodai helyek kialakítására, valamint a már meglévők fejlesztésére 2014 és 2020 között. A következő 2 évben elsősorban a bölcsődei helyeket bővítik majd, a tervek szerint 10 000 fővel. Folyamatosan oltják a kutyákat a megyében is, pár perc és 3800 forint kell hozzá. Nagyobb baj, hogy sok kóbor kutya nem kapja meg a veszettség elleni oltást. A nyíregyházi állatotthonba évente 5-600 ebb kerül be. A vakcina nem csak az állat, de az ember egészségét is védi. A Kölcsei Televízió híradóját látták április 12-én kedden. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk, addig is további hírekért böngészszék honlapunkat. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szerdán változóan felhős időre számíthatunk záporokkal. A magasban tovább melegszik a levegő, ismét koranyáriasan meleg időre számíthatunk. Késő estig a gomoly felhős égből helyenként záporok is kialakulhatnak, majd kiderül az égbolt. Hajnaltól megjelenhetnek fátyol és kisebb körzetekben párna felhők is, de ezek csapadékot nem adnak. A délnyugati szél éjszakára legyengül. Reggelre általában 7 fokig csökken a hőmérséklet. Szerdán napközben erőteljes gomoly felhőképződésre, de mellett hosszabb rövid napos időszakokra is számíthatunk. Délutántól elszórt záporok is előfordulhatnak, sőt egy-egy zivatar is kialakulhat. A délnyugati szél helyenként megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg megerősödik. Délutánra 21 fokig emelkedik a hőmérséklet. Melegfronti jellegű hatás van térségünkben. A legfrissebb számítások alapján a következő 1 hétben is folytatódik az áprilisra általában jellemző változékony időjárás. Csütörtökön csapadékkal hidegfront vonul át felettünk, s ennek hatására a hőmérséklet is jelentősen visszaesik. Pénteken már csökken a felhőzet, a hétvégére pedig visszatér a koranyáriasan meleg idő. Újabb front érkezése a jövő hét elején valószínű, megerősödő északnyugati szélre, szorványos csapadékra és leülésre számíthatunk.